Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámban, én Petraik, és a mai napon elhoztam nektek a Disney hercegnő kihívás következő részét. Nem tudom, hogy Aurora éppen mit csinál, illetve hogy mit főz, azt tudom, hogy főz, de azt nem tudom, hogy mit csinál, hogy mit főz, jel, te jó ég. Szóval arra gondoltam, hogy az előző rész végén kamerám kívül, hogyha jól emlékszem, egy kicsit többet sikerült költenem ugye a kis bizniszünkre, kicsit jobban sikerült megcsinálnom, felújítanom, berendeznem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma oda ellátogathatnánk, és esetleg megnyithatnánk először, illetve kinyithatnánk a boltot először, hogy megnézzük, hogy egyáltalán bármit az égvilágon, bármilyen profitot termele, mert amúgy fogalmam sincs, hogy termel egyáltalán bármiféle profitot. Illetve hamarosan itt van Elza és Anna születésnapja is, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor ma fognak fölnőni, de ebben még nem vagyok biztos. Illetve ma, nem ma, hanem hogy a mai részben, azt tudja, hogy a mai részben, az nem biztos, hogy ma. Úgyhogy gyorsan elküldöm Aurórát lefürödni, és utána szerintem elmegyünk WC-re is, és utána elutazunk a kisboltunkba. Igen, itt is van, hogy hamarosan itt van Elza és Anna születésnapja, úgyhogy hamarosan fel fognak nőni, illetve tuti biztos, hogy ebben a részben fel fognak nőni. Mint mondtam, elfelejtettem, hogy hol van a boltunk, úgyhogy hát ez eléggé szomorú. Ja, igen, Glimmerbrookban volt. Hol van Glimmerbrook? Itt is van, és itt van a... Igen, itt is van. Ever After Floris. Igen. És egyedül szeretnék menni, és akkor megmutatom nektek, hogy hogyan sikerült berendeznem. Nagyon varázslatosra szeretném az egészet megcsinálni, és ne aggódjatok, még nem ilyen lesz, nem ilyen fog maradni, de hasonló lesz. És szeretnék ide is csinálni egy ilyen kis, szeretnék WC-t is csinálni ide, meg mindenféle dolgot, úgyhogy hát egyelőre így néz ki. Kívülről szerintem baromi cuki. Nekem nagyon-nagyon tetszik minden, nagyon-nagyon szép, kicsit dobozos, de hát nyilvánvalóan alig van pénzünk, úgyhogy nem igazán tudjuk berendezni. És amúgy belülről így néz ki, szerintem nagyon aranyos. Nagyon cuki, itt vannak ilyen kis virágok is. Akkor ide raktam néhány virágot. Set for sale? Nem. Ezeket a virágokat fogjuk eladni. És remélhetőleg sikerülni fog. Pricey sale. Oké, normálon van. Úgyhogy szerintem ki tudjuk nyitni. Nem tudom, hogy hogyan működik, nem igazán sokszor volt már, volt még ilyen dolgom. Oké, open. Tehát ki vagyunk nyitva, most elvetleg hát négy dolog van. Most négy dolgot nem tudom, hogy mennyire lehet eladni. A többi dolog, amink volt, az megromlott. Oké, great customer. Tudunk vele beszélgetni is. Mindenféle answer questions. Hol is van még? Itt is kell még lenni ilyen great customernek, de nincs. Úgyhogy akkor azt hagyjuk, beszélgetünk. Fogsz venni valamit? Answer questions. Mindenre válaszolunk. Nem tudom, hogy hogy működik, tehát tényleg nem vagyok túl jó ebben az egész dolgban, még ki kell tapasztalnom, hogy hogyan lenne a legjobb ezt csinálni. Másnyira, várjatok, itt van egy olyan retail. Oh, discuss, ask about price range. Oké. Discuss shopping preferences, akkor nála is lehetne valamit answer questions, ask about price range, csak három vevőnk van, ami nem olyan rossz. Miért kapunk pontokat? Mert hogy kapunk ám pontokat, ilyen perk pontokat. Employee uniform, manage employees, view shift summary. Igen, hogy mennyi pénzt csináltunk. Rendben. Rendben. Answer questions. Vegyetek már valamit, légy szíves. Miért nem tudtok venni semmit? Great customer, Loren Delgato. Oké. Retail, answer questions. Tudunk nekik ajánlani? Nem igazán. Vegyetek már valamit. Retail, ask about price range. Answer questions. Ezt itt miért lehet csinálni? Closer, manage employees. Toggle for sale tag, transfer retail funds, view financial report. Szerintem csak... wow, ezek ilyen... Nem tudtam, hogy itt van tűz. Itt tüzet adnak.
Felőlem átjöhetsz, nem tudom, hogy ide fog-e jönni, vagy máshova. Ski. Ó, ide jött. Vele nem tudunk. Nem tudom, mindegy. Gyerünk, vegyetek valamit. Vegyetek valamit. Légy szíves, miért nem vesznek semmit? What choice? What value? I'm ready to buy when you get a chance to ring me up. Micsoda? Oh-oh, no. Most mit kéne csinálnunk? Oké, okay. Ring up customer. Ő vett valamit. Yay! 362 Simoleon. Őt be lehet fogni, mint customer? Nem hiszem. Kár. Itt van egy újabb customer. Greet customer. Oké. Retail, answer questions. Discuss shopping preferences. Ask about price range. Retail, answer questions. Vele is még kéne beszélnünk. Hát nem túl sokat termelünk, az a helyzet. Te miért vagyunk vele olyan rosszba? Fej. Discuss shopping preferences. Akik mennyi innen? Nem tudom. A testvérünk azok nagyon, nagyon... Oké. Okay. Ez is menni, ő is menni akar valamit. Andvi. Szóval őt is ringapoljuk. Yay! 195. Oké. Okay. Restock item. Ó. Oh. Megéri? Ne risztokolj, mert kell csinálnunk. Great customer. Retail answer questions. Retail. Oh yes! Ring up customer. Olyan fura, hogy gyerekek is jönnek ide és vesznek. Ő ezt fogja megvenni szerintem. Mennyi lesz? Mennyire? 75. Ez nem túl jó. Oké. Okay. Retail answer questions. Discuss shopping preference. There's not much there what in so, and the sales staff hasn't exactly been accommodating. Oké, okay, menjen akkor. Akkor menjen. Jesszusom, akkor vele foglalkozunk. Retail answer questions. Oh, itt van egy újabb. Greet customer. Adjuk el ezeket is így eladásra. Set for sale, miért ne? Ezt a két képet is eladjuk. Nem tudom, hogy az mennyire jó ötlet. Answer questions. Akkor retail, akkor price range. Retail, discuss shopping preference. Retail, answer questions. Oké, okay, lassan. Ő itt nagyon-nagyon terhes. Azt a 700-át. Azt a 7 meg a 8-át. Az a helyzet, hogy be kell lassan zárnunk. Ó, több lehetőségünk van. Suggest options. Offer information. Suggest options. And choose about store. Aurel Mons had in front of the gold. Oké, nem tudok mindegy. Fogsz venni valamit, vagy nem fogsz menni? Valószínűleg nem, úgyhogy bezárjuk. Oké. Okay. Azért termeltünk elég jó profitot. Nézzük meg, hogy miket lehet venni. Szóval, mik ezek a dolgok, amiket lehet venni. 125 pontunk van, úgyhogy ez közül a kettő közül lehet választani. Oké, okay, ezeket még nem fogjuk elkölteni. Sell not for sale, set not for sale. Ezek nagyon koszosak. Oké. Okay. Lehet, hogy valami mást kéne eladnunk. Tehát hogyha van bármiféle ötletetek, haza kéne mennünk. Szóval, hogyha van bármiféle ötletetek, hogy mit kéne így eladnunk, akkor írjátok meg, mert gondolkodtam, hogy esetleg valami sütit lehetne eladni. Ugye van ezek a virágok, amiket el lehet adni. Mit lehet még eladni, ami ilyen saját készítésű, természetesen festményeket, de hát azokat nem szívesen, mert ugye nem igazán festek. Mert régebben nagyon-nagyon sokat festettem a Sims-ben, úgyhogy azt mostanra már egy kicsit meguntam. Lehetne bútorboltot is csinálni. Szóval, hogy így nem tudom, hogyha van bármiféle ötletetek, akkor írjátok azt meg nekem, léci, és akkor majd lehet, hogy fogok valami így változtatni. Get leftovers, és szeretném, hogyha most Filip fogja sütni a tortát, úgyhogy sütünk egy tortát.
és a gyerekek pedig, hát félek, hogy ők maguktól fognak felnőni, amit ugye nem igazán szeretnék. Szegény lányom egyébként elég éhes, úgyhogy ennek ide le kéne jönnie, és open, ebből kéne ennie egyet. Grab serving. És akkor így itt kezdődik el igazából Elzának és Annának a története. Hamarosan itt van Aurora születésnapja is. Aurorának le kéne feküdnie. Jó, Elza egyébként tök jól van. Annak nagyon örülök. Na, igen, amit szerettem volna mondani, hogy itt kezdődik el igazából Elzának és Annának a története, amikor ők ugye felnőnek gyermekké. Úgyhogy a következő résztől ők lesznek majd a központban. Hát igen, mert igazából az ő történetük gyerekkorukban kezdődik, tehát nekik kéne lennie a központban most is. Illetve nem most, hanem majd most, amikor fel fognak nőni, de hát ezt majd meglátjuk. Úgy értem az egész központot, hogy ugye a borítóképe meg ilyesmi, mert azért én is ezt fontosnak tartom, hogy nyilvánvalóan, amint az ő sztoriuk kezdődik el, akkor ők legyenek a borítóképen is. Oké. Növesszük fel Elzát először. Filip fog nekünk segíteni felnöveszteni őket. Ah, cuki. Ó, oh, oké. Neked fel kell kelned. Oké, és ez a lézi lett. Lézi lenne? Nem tudom. Mi lehetne neki? Art lover, bookworm. Need friendly. Loves outdoors. Azt kéne neki. És mondjuk ne legyen social, hanem mental. Nem, tudjátok mit? Creativity. Igen, azt kell neki, kreativitás. Jó, és akkor most felnövesztjük Annát is, és természetesen megyünk is a Create a színbe, és gyorsan megváltoztatom a megjelenésüket is. Help blow out candles, Anna. Ja, hát és persze a szobájukat is át kell variálni kicsit. Anna szerintem ő, mivel mint mondtam, nem igazán ismerem a filmet, tehát egyszer megnéztem, aztán annyi volt, nem igazán ismerem a személyiségüket sem, úgyhogy szerintem ő legyen outgoing, és legyen a social az ő micsodája, és itt is vannak ők, Anna és Elza, úgyhogy gyorsan megyek is a Create a színben, ezt majd meg kell javítani, majd apuka megjavítja. Szóval gyorsan megyünk is a Create a színbe, és megváltoztatjuk a megjelenésüket. Na, kész is lettem az átalakítással. Anna egy ilyen gyönyörű, szép lila ruhát kapott, és ezt a hajat találtam neki, ami talán a legjobban illik ahhoz, amit ugye a filmben is visel. Úgyhogy ilyen a mindennapi ruhája, nagyon szép, hosszú. Azért tetszett meg nekem nagyon, mert mondom, annyira hercegnős. Nem tudom, hogy ebből van-e kék. Van kék. Gyerekek, lehet, hogy átváltoztatom.
Ó, oh, miért lett fekete a szemöldöke? Érdekes. Hol van? Itt van. És akkor ebből van kék. Tökéletes. Tökéletes, gyerekek, tökéletes. És akkor átmaradhat ez igazából. Jó. Tökéletes, de nem tudom, miért lett fekete a szemöldöke. Egy hair. Légy szíves, köszönöm. Szóval, nem vagyok benne biztos, mert most nézem egy képet. Azt kell észrevennem, hogy egyébként nem ugyanolyan színű a szemöldöke. Talán ilyen. Ilyen a szemöldöke Elzának. Most látom így a képen. És tudom, hogy van egy kis picike kis fufruja, de hát az hátra van vasalva. Mindegy. Mindegy, továbbra is folytassuk Annával. Szóval, Annának is milyen a szemöldöke? Hát ezt nem hiszem el. Miért? Mondd el, miért? Tudjátok, mit lehet, hogy meg kéne változtatom normális szemöldökre, és akkor úgy fog maradni. Ezt fogom csinálni Annánál is, mert lehet, hogy ez így valahogy bezavar. Ja. És akkor egy kicsikét sötétebb. Legyen legyen barna. Ja. Na, akkor így lesz. Szóval. Anna így néz ki. Nagyon szép lila ruhában. Megváltoztattam még ugye az alvósát, ami szintén egy ilyen, hát ez inkább lila, úgyhogy inkább ezt választom neki, tehát ez a lilás alvós ruhája van, akkor ilyen a nyári ruhája, ami szintén nagyon-nagyon megtetszett így a felső rész miatt, és tök jól illik szerintem ehhez a kis topánkához, szerintem nagyon cuki. A téli ruházata az pedig ilyen sima egyszerű, szintén tök lila. Akkor Elzának ugye most változtattam meg erre a ruhára. És ezt az új Snowy is képes haját választottam neki, mert ez illik a legjobban, illetve szerintem ez hasonlít a legjobban a filmbeli hajához. Csak nincsen előre rakva az a probléma, pedig tök jó lenne, hogyha elő lenne, de nincs elő, úgyhogy neki most ilyen. Ez a haja, és akkor ugye ez a ruha, akkor ilyen az alvósa, sima kék, és nem tudom, hogy van-e belőle másfajta kék, nincs, de ez jól is néz ki, úgyhogy ez maradhat, és akkor az meleg ruházata az ilyen kis aranyos, kis kék, és itt van a hideg ruházata, úgyhogy így néznek ők ki. Na most nem hiszem, hogy mert át fogom változtatni a házat, úgyhogy most, tehát most nem fogom átváltoztatni a házat. Igyekszem, hogy ne beszéljenek egymásra, mert ugye hát minden kapcsolatot, minden kontaktot ugye el kell veszíteniük egymással. Úgyhogy amit fogok csinálni majd a következő részre, most egyelőre ezt a két ágyat ki fogom cserélni, ugye nagyobb ágyra, hogy tudjanak benne aludni, de amit fogok csinálni az, hogy Elzát ide leköltöztetem, és adok neki egy kis WC-t valószínűleg ide fürdődvel, és egy kis, tehát mindent adok neki, hogy egy ilyen kis külön kis lakása legyen itt lent, és akkor itt fog ő lakni. Lehet, hogy még ezt is be fogom építeni, ezt még nem tudom, hogy tudnám megcsinálni, de szerintem nem tudom megcsinálni, hogy ezt így szépen úgy, hogy tényleg jól is nézzen ki, így beépítsem. Ahhoz szerintem ezt így előrébb kéne hozni, ami meg ugye elcseszni az egész elejét a háznak, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt fogjuk csinálni. De mint mondtam, minden esetre adni mindkettőknek kandallót, bár szerintem van termosztátunk. Nem tudom, hogy hol, de úgy emlékeztem, hogy van, de akkor ezek szerint nincs. Viszont akkor veszek egy termosztátot. Gyorsan nem tudok venni. Gyorsan át kell transferelnünk mondjuk egy ilyen 100 simoleont. És akkor így most már meg tudjuk venni. Ide rakom a termosztátot ide előre, hogy akkor jól látható legyen ide. És akkor ezt a két ágyat kicserélem, illetve eladom az ilyen dolgokat, amik nem kellenek. És akkor a következő részre majd szépen megcsinálom a kis külön lakosztályát Elzának, meg mindent. Úgyhogy nyugi, majd másmilyen ágyat is fognak kapni, tehát nem ez az ágy fog maradni nekik. Most csak így random választom a legolcsóbbat, hogy ne kelljen vele sokat szórakozni, ígyni. Tehát most van két ágyuk, és akkor most ezzel nem fogok foglalkozni.
Igen, most ezzel nem fogok foglalkozni, mert most szeretnék inkább arra koncentrálni, hogy Aurora kialudja magát, és utána kéne foglalkoznunk egy kicsit a kertünkkel. Harvest all. Water all, mindig meg van locsolva, ugye? Ezek is meg vannak locsolva? Meg vannak szerintem. Nem is nagyon nő új dolog. És szerintem, amit még kéne csinálnunk, az még több ilyen rózsa. De mivel ugye nyilvánvalóan ezt a szobát át fogjuk alakítani, ezt a kis valamit, mi ez? Milyen neve? Violets are blue. Arranging table, oké. Okay. Ezt eladom, és akkor veszünk egyet a boltba, hogy akkor ott tudjuk csinálni normálisabban a dolgainkat. Itt aludjál, menjél aludni szépen. Aztán menjél, vegyél egy fürdőt. És aztán hug, play with toy, tök mindegy. És te is. Nem akarok játékot venni, csak játszunk. Oké, okay, Filipet megkérjük, hogy javítsa meg a WC-t, repair. Tudunk, igen, tudunk upgrade-elni is. Akkor használjuk is a WC-t, azt upgrade-eljük, ezt is upgrade-eljük. És akkor te... Harvest all. Rendben. Menjünk el utána gyorsan WC-re. Jó, most már el tudsz menni. Jó, és akkor most utazunk is el. Utazunk is el a kis helyünkre. A kis boltba. És akkor gyorsan ott végzünk pár felújítást. Szeretnék egy nagyon kis WC-t, egy ilyen kis picike WC-t, egy csappal meg egy WC-vel. Illetve szeretnék egy külön kis helyet, ahol lehet csinálni ugye virágokat. Úgyhogy, ja, ezt szeretném csinálni. Úgyhogy gyorsan ezt megépítjük, mert van pénzünk, nem túl sok, de van. És akkor ezek szerint ezeket át kéne raknunk máshova, például ide, és akkor ide kéne építenünk egy kis WC-t. Egy ekkorát. Nem túl nagyot. És... Hoppá, nincsen bekapcsolva a cheat. És akkor ez tök jó lenne, hogyha mondjuk más fal színű lenne. Bár lehet, hogy most marad ez egyelőre. És akkor belül pedig lehet ugyanez, csak mondjuk más színnel, mondjuk ilyen sötéttel. És ez pedig, hát, ez illik hozzá. Így. És akkor ide veszünk gyorsan, hogyha tudunk egy WC-t. De valószínűleg nem fogunk tudni, nem bizony. Én lehet, hát virágokat is kéne. Hát nagyon nincsen pénzünk, gyerekek. Van otthon valamennyi pénzünk? Jó, na, így most már van pénzünk. Oké, okay, a legolcsóbb WC. Én szeretnék venni egy, nem tudom, hogy milyen content. Nem content, hanem packs. Ugye milyen Realm of Magic-es ajtók vannak. Aha. Ez jó lesz. Ilyen. Ó, nagyon szép. Jó. Nagyjából egy helyen vannak, nem tudom. Nagyjából. Tudjátok mit? Ezeket a képeket annyira nem tudom hova rakni. Mondjuk így. Így talán jobban néznek ki, és mondjuk talán sötétebb kerettel. Vagy marad a fehér. Mindegy, marad a fehér. Szóval. Szerettem volna még venni egy csapot. A legolcsóbbat fogom most egyelőre venni. Még tükör se kell, és ami kell nekünk, az egy arrangement. Nem tudok írni. Ez kell nekünk. És ebből mondjuk ez a sötét, és hát hova rakjuk? Most ez a nagy kérdés, hogy hova rakjuk. Szerintem rakhatjuk ide, amíg itt még nincsen semmi. Nem hiszem, hogy bárkit is zavarni fog ott. Majd szeretnék neki nyilvánvalóan egy külön kis részt, de most egyelőre ez van. És tök jó lenne, hogyha bármit láthatnék, de most akkor ezt egyelőre így fogom megoldani, hogy csak átmásolom.
És behúzom ide. Jó. Lehet, hogy ezt ide kéne rakni, mert így jobban néz ki. Úgy. Jó. Na. Akkor. Hát. Risztok. Nem tudunk risztokkolni. Mert sajnos pénzbe kerül. De. Talán tudunk csinálni ingyé virágot. És tudunk. Melyik ér a legtöbbet? 45-60, ez ér a legtöbbet. Akkor egy ilyet szeretnék csinálni, légy szíves. Csinálunk egy párat. Nem tudom, hogy ez jó-e a szórakozásának. Hát nem, nem igazán megy föl tőle a szórakozása, nem igazán élvezi. Hát ez bizony szomorú. Jó, akkor Edvase, Glitter. Mit lehet még csinálni? Sandwith, Bluebell. Ezt is meg lehet? Nem, ezt nem lehet. És akkor ezt átrakjuk ide. És akkor ezt ide kirakjuk. Set for sale. És akkor csinálunk egy újat. Ugyanezt a, ezt a 60-osat. Ugye ez a, azt olvastam, hogy ez a Bluebell szent, hogyha azzal így meg illatozzuk, vagy hogy mondják ezt, ráfújjuk ezt az illatot, akkor soha nem fog megromlani. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen tök jó ötlet szerintem. Excellent. Timelessness. Igen, itt is van timelessness. Nem tudom, hogyha a többit megöntözzük. Ezt meg tudjuk öntözni? Nem tudjuk megöntözni. Jó, akkor szerintem ezt is még egyet csináljunk. All. És csináljunk egy ugyanilyet. Nyilvánvalóan a legdrágábbat csináljuk, hogy minél drágábban tudjuk eladni őket. Jó, és akkor szeretném, hogyha adnánk egy white gold vázát, Sandwith. Azon gondolkozok, hogyha rózsával, vagy hogyha mivel, hogyha különböző dolgokkal, dolgokat rakok rá, akkor valami más hatása lesz, gondolom. És arra vannék kíváncsi, hogy vajon mi. De ezt szerintem nem most fogjuk megtudni. Kinyitjuk az üzletet. Hát, ha jönnek emberek. Remélhetőleg jönni fognak. Igen, már itt is vannak. Hello! Greet customer. Greet... Hát, őt nem tudjuk greetelni. Oké. Okay. Answer questions. Greet customer. Retail. Ask about price range. Greet customer. Nem roommate, hanem retail, discuss preference. És akkor ezt fogom csinálni addig, amíg remélhetőleg meg fognak venni valamit. Retail answer questions. Retail answer questions. What a choice! Oh yes! Ring up customer. Mennyit kerestünk? Kíváncsi vagyok. 225-öt? Szuper! Tehát 60... ingyen csináltuk meg a... az izét, és 200 valamennyiet adtuk el, ami szerintem nagyon-nagyon jó. Nekem ez tetszik. Kicsit nehezebb, nyilvánvalóan könnyebb lenne elmenni munkába, és akkor úgy pénzt keresni. Ó, de nem raktunk amúgy lámpát, na mindegy. Tehát nyilvánvalóan egyszerűbb lenne, de nem tudom, szeretem, hogyha én magam tudom irányítani, hogy mennyi bevételt szereznek. Velük nem vagyunk valami jóba, én nem is értem. Answer questions. Answer questions. Légy szíves, vegyetek valami. There's no much there. Oké, okay, akkor menj innen. Retail answer questions. Akkor te is menj innen. Oké. Okay. Read customer. Te is menj el. Jó. Az a lényeg, hogy jönnek. Greet customer. Greet customer. Őt nem is üdvözöltük, úgyhogy üdvözöljük őt is. Retail answer questions. Retail answer questions. Mindenféle. Oké, okay, hamarosan itt van Aurora születésnapja, úgyhogy azt hiszem a következő részben. Oké, okay, ezt takarítsuk le. Ó, ő szeretne venni valamit. Ring up customer. Szóval a következő részben ünnepelni fogjuk Aurora születésnapját. Oké, okay, 181-ért adtunk el.
Mit csinálsz? Build snowball. Na ne. Hát nyitva vagyunk. De pedig menjél dolgozni. Úgy. Ah, és ez lejjebb ment. Hát ez esküszöm. Durva. You have... Oh, oké. Okay. Nem állunk túl jól. Az a helyzet, hogy be kell zárnunk a boltot. Oké, okay, kettő dolgot adtunk el. Tehát be kell zárnunk a boltot, mert Aurora nagyon rossz állapotban van. Úgyhogy még amíg van pénzünk, addig gyorsan veszek lámpát ide, hogy legyen. És ezeket kicserélem, mert ezek nagyon nem tetszenek. Úgyhogy ide rakok másfajta világítást. Ups, jó nagy. De annyira szép egyébként, úgy használnám. Úristen, ez is borzalmasan nagy. Oké, okay. Akkor ilyet rakjunk. Kicsibe. És mondjuk más színbe, ha van. Mondjuk ilyenbe. Jó, és... hát ugye innen jöhetne egy ajtó, azon gondolkodtam. Hogyha mondjuk ezt így... megcsinálnánk így... Ó, nincsen elég pénzünk rá. Nincs elég pénzünk rá. Jó, akkor ezt majd később. Most egyelőre akkor az így lesz. Remove sign. Ezeket szeretném remove-olni, mert nem fogjuk őket újra stokkolni valószínűleg. Ezeket meg még lehetséges. Timelessness, Bluebell, igen. Timelessness. Timelessness, gondolom. Igen. Rendben. Akkor szerintem haza is megyünk. Menjünk szépen haza. És akkor szerintem ennyi is lett volna a mai videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és ne felejtsetek el velem tartani a következő részben is. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!